Befejezem a mondatot angolul is, jó, hogy meglegyen mindenkinek az esélye. Na, első kérdés, nagyon egyszerű, bemelegítő kérdés. Látom, hogy már jelentkezett, de azért megadom mindenki másnak is az esélyt. Szóval, hol találkozott Erika és Tomi először? Where did Erika and Thomas met first? Ősvezértér IKEA, véradáson, vagy pedig egy wellness klubban. IKEA Ősvezér Square, Blood Nation, én a wellness club. Ó, hát ez könnyű volt. De én ott a hölgyet láttam hátul, de ti vagytok a zsűri, ti mondjátok meg. Lejna, oké. Nagy tapsot szeretnék kérni mindenkitől, ha jön mindenkinek, aki jó választat. Hűbele, ne nézzük a hűbele. És mutasd fel, hogy milyen gyönyörű ajándékot kaptál. Bizony. Egy nem akármilyen kulcs. Szerintem még sört is lehet vele bontani. Ha jól láttam. Oké. Next question. Következő. Nyilván a hölgyeknek az én szobám kulcsa van. Pasika meg a gyuszi. Na. Hány évvel ezelőtt találkozott Erika és Tomi először? How many years ago did Erika and Thomas met first? Azt kértem a magyar vendégektől, látjátok meg, hogy elmondjam angol is a helyes válaszokat. Egy éve, öt éve, vagy 11 éve, one year, five years, or 11 years. A zsűrűre nézek ki, jelentkezett először. Kicsoda? Megnézem, az a jó, így van, öt éve találkozott, nagy tapsot kérnék szépen. Te is egy kulcsot kaptál? Nagyon. Nem akármilyen kulcsot, nagyon-nagyon szép kulcsot. Ilyen kulcsot soha, semmikor, máskor nem. Nagyon egyszerű a kérdések. Na. Milyen távolságra laktak egymástól, amikor megismerkedtek? How far they did live from each other in the beginning? 2 kilométer, 20 kilométer, vagy 200 kilométer, 2 kilométer, 20 kilométer, or 200 kilométer? A zsűrire nézek. Jár a pont? Jár a pont? 2 kilométer, 2 kilométer a helyes válasz. Mi meglepő, egy gyönyörű kulcsot kaptál te is. A mai nap emlékére, majd meg fogjátok látni, hogy milyen szép és értékes ez a kulcs.